hogyha legényest rendeltél, akkor viszont, most ez nagyon erős, domokosan félhullámos dallam ahányban elég sok van. De nagyon régen megvolt kinek-kinek a zsukája. Régi történetek, fonók, kalákák, bálok elevenedtek meg a Népzenész Klubban. Sándor Csaba ízes történetei nem csak a letűnt kort, de nagyapáinkat, nagyanyáinkat is odavarázsolták, amint fát vágnak vagy kaszálnak, kendert fonnak a tűzhely mellett, vagy dúdolászva hímezik a stafirungot. Sándor Csaba 1996-tól tehetséggondozással foglalkozik Nagybányán, azóta 4 településen indította el a néptáncoktatást egészen kicsiknek, gyerekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek. 1989 előtt az emberek rebelisként csinálták a táncházat. És ezért szenvedtek egy páron. Mondhatom, szenvedtünk egy páron. 89-ben nekifogtak, és akkor volt egy nagy kezdeti fellobbanás, majd szépen ügyesen leállt minden, majd újra, mind a Főnix Madár ügyesen saját hamvaiból feltámadt. De nagyon erős külső beavatkozásokra volt szükség ahhoz, hogy az egész most mesterségesen éljen. Ami mesterségesen van, az nem egy egészséges dolog, de kell csinálni. Ez egy olyan jelenség, nem tudom, hogy mondjam, ami ha holnap se csináljuk, akkor holnap után már nem kell. Ezt muszáj erőszakkal is, ha jól esik, adagoljuk az embereknek a vérébe. Guszti bácsi ezt is rövidebben csinálja, és feltételezhető, hogy így is csinálták régen. Konkrétumom azért nincs, mert azt már nem éltem meg. Érted? És az elbeszélés, tehát például Sanyi bácsi nem említett soha ilyet akkor, vagy... Nem vigyek csak. A felcsíki gyergyói gyímesi táncok oktatója nagy hozzáértéssel válaszolt a hallgatóság tánccal, zenével kapcsolatos kérdéseire is. Ezek a kérdések pedig arról árulkodtak, hogy a hallgatóság a fiatalok is témában vannak, ismerik a néptánc elemeit, változatait, nem csak táncolják azt egy-egy táncházban, hanem érdeklődéssel követnek mindent, ami ehhez kapcsolódik. Erről erősít meg az Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesületének elnöke is. Népzenészben nincs hiány napjainkban. Én amikor nekifogtam zenélni, ugye a 90-es évek elején derekán, hát elég kevés volt Erdélyben az, aki úgy mondjam azt, hogy táncház zenére adta, vagy népzenére adta fejét ilyen szinten. Eléggé ki volt ürülve Erdély. Tehát a régi táncház zenészek, akik annak idején elkezdték, az első generációsok külföldre távoztak sokan. Úgyhogy elég kevés maradt itthon. Elkezdtük valamikor aztán a 2000-es évek derekán szervezni a zenész találkozókat, ahova összehívtuk a zenészeket, és ami egy nagyon pozitívum az, hogy évről évre egyre többen lettünk. Na most ez sok mindennek köszönhető, gondolom, elkezdtünk mi is tanítani, többfele kezdődött népzeneoktatás is. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy például a 2000-es évekhez képest most nagyon jól állunk a zenészek szempontjából, tehát ha akkor mondjam azt, hogy voltunk egy olyan 15-20-an mondjam aktív zenészek itt Erdélyben, most ez a szám inkább ilyen 80-ra tehető. Ennek az is lehet a magyarázata, hogy egyre több olyan szervezet van, amelyik a népi hagyományokat, meséket, népzenét és néptáncot próbálja megismertetni, megszerettetni a gyermekekkel, fiatalokkal. Az Erdélyi Magyar Hagyományok Háza például a Budapesti Hagyományok Háza stratégiai partnereként 6 erdélyi városban szervez rendszeresen programokat. A gyerekeknek van, a kisgyerekeknek ölbéri játékaink, van egy nagyon ügyes kolléganőnk, Budó Réka, ő tartsa az ölbéli játékokat. Az óvodás gyerekeknek van egy zenés, mesés programunk, ezeket kivisszük falvakra, a városokba, tehát ez nem a székhelyen van, és a nagyobb korosztálynak tánctanítás van, vannak a táncházaink, hát ilyen különböző kézműves tevékenységeink.
A Csíkszeredai Központ szervezésében vándortáncház lesz hamarosan Gyergyóalfaluban, majd Csíkszeredában, az ünnepekre való készülés jegyében pedig közösen fognak adventi koszorúkat készíteni. Ugyanígy táncházzal, hímző tanfolyammal és különböző gyermekprogramokkal várják a fiatalokat Székelyudvarhelyen, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön is.